A csirkék története 10 millió évvel ezelőtt, amikor a Godzillát meg a sekteknősök éltek, abban a korban kifejlett egy újabb szervezet, a Csirke Kommandó 2000 hadjárat. Az úgy történt, hogy nyugi, nem bántalak, csak hapcizott a bácsi. Csabi bácsi. Na, a csirkék egy nap kifejlődtek egy szép nagy Godzilla tojásból. Kipotyogt a tojások, elsüllyedtek a homokba, és kikeltek a csirkék. Szegénykék akkor még nem tudták, hogy a mi kis feltalálom Jackson Thomas akkora faszfej volt, mint a picsám. Nem tudta semmelyik csirke, hogy ő egy etióp kacsa. Egy mutálódott kacsa. Így a csirkék kifejlődtek. Akkoriban úgy kitört az első csirkeháború. Az olyan volt, hogy itt fönt a taraján, ez így kifekszik oldalra, és ilyen űrállomások kijönnek, felszállnak a levegőbe, és kilövelnek ilyen lézersugarakat, és itt történt a lézerpusztítás. Véletlenül Jackson Thomas lábát találta el az egyik lézer, levágta, és szegénykének, hogy hihek lett a lábán, spenót lett a lába helyre beültetve. Jó, végig lett, négy évig tartott ez a háború. A harmadik évben végén volt hogy levágták. Nyugi, csak mesél a Csabi bácsi. Nyugi, majd mindjárt megyünk dolgozni, persze. Nem, nem most. Na, ugye nem vágsz bele megint a szavamba, ugye? Nyugi. Nyugodt légy, kis picsel. Csabi, Csibi, érted? Tudod, hogy szeretlek? Úgy látszik, tudja. Ne nézelődjél, mert kiszúrom a szemed. Jogi, nem szúrom ki a szemed, eddig se tettem meg. Pedig már vagy 3 éve itt vagy a tarsolyomban, állandóan. És tudod, hogy nem utállak? Na, így jó van. Na, folytatom tovább. Na, most kiment egy kicsit levegőzni. Túl sok volt már neki a dohányszagon. Na, gyere ide! Nem jössz? Jó van. Na, viszlát!